Nagy sziasztok, éppen Szolnokon Hesszelek, megyek nővéremékhez, mert egy kicsit a fogára hágtam a pénznek, aztán na, vágjátok a szituációt. Vagy most mi történt? Röviden annyi, hogy tényleg kell egy kis pénzt kérnem, meg fölteszem most ezeket a videókat YouTube-ra, aztán osszátok, lájkoljátok, komment, amit csak akartok, variáljatok, össze-vissza, csak népszerűsítsetek, megéltessetek, és röviden ennyi. Egyébként most cigizek, elég keményen cigiztem, de átváltottam e-cigire, ami nálam egész hatásos, mert most azóta sokkal kevesebbet cigizek. Szóval tudom ajánlani az e-cigit azoknak, akik nagy dohányosok, de már nem bírják a cigit. Vagy mert engem lever úgy konkrétan, meg irritál, még jobban cigizek, még jobban felbassza az agyamat, még jobban felkúr. Aztán így úgy vagyok vele, hogy ezt az e-cigi történetet most kipróbáltam. Aztán szerintem sikerült is, mert tényleg kevesebbet cigizek, meg kurva jó, élvezem. Jaj, geci. Ánja, ott vagyok, nem kell aggódni. Jó, van, pont nem jön semmi. Akkor szépen átbillegek, átballagok a kis zebrácskán. És jövök, testvérem, ne aggódja. Mondjuk még megyek piszkírni tőle, de hát bazd meg. Most inkább csövezzek egész héten. Anyám most mondta, hogy menjek haza kajálni, de hát most faszomnak van kedve már itt utazgatni egy órát vissza. Úgyhogy mondom, most inkább zélek majd egyet. Nővérezek, aztán körülbelül annyi a történet. Aztán kajakosszátok meg minden faszom. Meg ilyenek. Jönnek a kontentok, a videók. Mindenfajta témába, mindenféle beszélgetős, mindenféle zenés. Ja, a beszélgetés és zene, ez a kettő a védjegyem, úgyhogy ne lopjatok, ne csaljatok, ne hazudjatok, mert megöllek titeket. Röviden ennyi.